Inje unja, inje unja, inje unja, inje unja, inje unja, inje unja. Élt valahol a távoli sztyeppéken egy hatalmas harcos, Béla. A fülébe jutott, hogy a Kárpát-medencében kiváló minőségű mokkot termesztenek, ezért magához hívatta legjobb ügynökét, James Bongot, és így szólt hozzá. Ide figyelj, fiam! Lóra pattansz, elhúzol a Kárpát-medencébe, megkeresed az ottaniak vezetőjét, és felajánlod neki, hogy zabot cserélünk Wattkenderre. Mehetsz! James Bong elégedetten konstatálta, hogy mindössze 4000 kilométert kell megtennie. Mi ez egy szuperügynöknek? Feltarisznyált, felpattant almásdeles ménnyére, és pár hónap múlva megérkezett a Kárpát-medencébe, ahol találkozott a helyiek vezetőjével, Felrobonggal. Felrobong nem hajlott a szép szóra. Így James Bong dolga végezetlenül hazalovagolt, jelentést tett Bélának, aki iszonyú haragra gerjedt, és emberei élén elindult, hogy elfoglalja a Kárpát-medencét. A harcok gyorsan véget értek. Felrobong feltétel nélkül kapitulált, Béla pedig kikiáltotta Bongóliát. A béke megszilárdítása érdekében Felrobongot megtette tanácsadójának, és nőül vette Felrobong lányát, Bonglárkát, akitől egy év múlva fia született. A gyermek a keresztségben a Béla nevet kapta. Kiveszik a bongbetétet, bongotában nyaralnak.